A budapesti rendezvény sorozathoz kapcsolódva immár 8. alkalommal szerveztek katolikus könyvnapokat Székesfehérváron. A Szent István Művelődési Ház udvarán rendezett kétnapos eseményt Spányi Antal megyés püspök nyitotta meg. A kulturális tudás, a vallásunk által közvetített értékek ismerete hozzátartoznak életünkhöz, mondta beszédében a főpásztor. A könyvek akkor értékesek, ha azoknak komoly üzenetük, komoly mondandójuk van, és próbáltuk összegyűjteni ide ebbe a udvarba elsősorban azokat a könyveket, amelyeknek katolikus szempontból, tehát az ember természete szerint, a hit gyökerei szerint van igaz és maradandó mondandója. Az emberekben sok a tudatlanság, sok a félinformáltság, és ezért sok a bizonytalanság. Minden igaz betű, minden igaz szó, igaz mondat, minden igaz könyv, amely segíti őket a tájékozódásban, a belső megerősödésben, az azt gondolom értéket jelent, és örülök, hogy itt évről évre meghívhatjuk Székesfehérvár lakóit, környékben élőket, hogy itt nézzenek szét, nézelődjenek. Annyi biztos, hogyha nem is vásárol mindenki, talán csak egy-egy könyvet, de könyveknek a szeretetében tud megerősödni, és ez már egy nagy-nagy eredmény van. A könyvnapok megnyitóján a Szent Imre Általános Iskola, valamint a Ciszterci Szent István Gimnázium diákjai adtak ünnepi műsort. Jakubek Tiborné igazgatónő bevezető gondolatai után dr. Mosolygó Péter, pomázi görög katolikus pap tartott előadást. Úgy érzem, hogy aki könyvet vesz a kezébe, azt valami hajtja, az szeretne gazdagodni, töltekezni, és hát egy katolikus könyvvásár mi másról szólhatna, mint arról, hogy a lelkiekben az emberi életörök céljai felé való törekvésben keressük az igazságot és töltekezzünk az igazság morzsáival. Olyan könyvekről van szó, amelyek a katolikus hitünket, értékeinket, kultúránkat közvetítik, és ezek mind-mind gazdagíthatják az embert. A Székesfehérvári Egyházmegye fenntartásában működő Szent István Művelődési Ház legkedvesebb bibliai történetem című gyermekrajz pályázatának eredmény hirdetésére a katolikus könyvnapok rendezvényéhez kapcsolódóan került sor. Jakubek Tiborné igazgatónő elmondta, hogy minden várakozásukat felülmúlta az érdeklődés, hiszen 1409 pályamunka érkezett be, közülük 83 kiemelt arany, 378 arany, 586 ezüst és 362 bronz minősítést kapott. Nagy öröm számunkra, hogy nem csak egyházi óvodák és iskolák szerepelnek, hanem önkormányzati fenntartású és művészeti iskolák is. A külön öröm az, hogy ha a pályázat címét nézzük, hogy legkedvesebb bibliai történetem, amiről ma sokan azt gondolnánk, hogy kivesző félben van ez a mézet, ez egy megerősítés abban, hogy nem. Mégiscsak igazolni látszik az a tény, hogy szükség van igenis hitoktatásra, szükség van arra, hogy az iskolákban bevezetésre kerül a hittan, mert hogyha ilyen sok gyermeknek és ilyen sok családnak van legkedvesebb bibliai története, és ezt valamilyen úton számunkra még le is tudják rajzolni, és ezt közvetíteni tudják, én azt gondolom, hogy valóban csak szép dolgokról beszélhetünk. A 8. fehérvári katolikus könyvnapokon a filmvetítések, népzenei koncertek és előadások mellett több száz kiadvánnyal találkozhattak az érdeklődők, az Agape, a Szent István Társulat, az Etalon, a Harmat, az Új Ember, a Szent Gellért kiadó, valamint a Barátok boltja gazdag választékából.